Ez a híradó, köszöntöm nézőinket! Első hivatalos látogatását tette Újalla városában Pápaváros képviselőtestülete. A városatyák a testvérvárosi kapcsolat létesítése apropóján látogattak a felvidéki településre. Az ottani képviselőtestület tagjai már 2015 őszén jártak városunkban. Az első kapcsolatfelvétel óta civil közösségek és hivatalos szervezetek is megkezdték az ismerkedést egymással, így formálódnak a partnervárosi együttműködés keretei. A mostani találkozónak is ez volt a fő témája. A két település képviselői a közös lehetőségekről tárgyaltak. A pápai delegáció látogatást tette a Konkoly Tege Miklós által 1871-ben alapított Csillagdában és a Város Művészeti Alapiskolájában, ahol a helyi képviselőtestület tagjaival és az ógyalai önkormányzati intézmények vezetőivel találkoztak a pápai képviselők. Nagyon szeretnénk, hogyha ez együttműködés kifejlődne egy tényleg egy nagyon jó társműködésre, vagy egy városközti barátság és ilyen jó kapcsolat alakulna, és úgy fokozatosan nagyon sok minden lenne még, amit megmutatnánk, úgy a gazdasági élettől, mind a történelmi múltunkból, mind a jelenlegi modern életből is. A polgármester asszony szerint a két település között számos területen alakulhat ki együttműködés. Igaz, hogy arányban Ógyala sokkal kisebb, mint Pápavárosa, de én gondolom, hogy akkor is a kisebbek vagyunk, a mindennapi életünkbe azért minden helyet kap. Úgy legyen az a diákok közti, akár a szavaló, akár a sport, akár a más egyéb művészetek, ugye itt van a Gyönyörű Művészeti Alapiskolánk, azon belül nagyon sok szaktantárt van oktatva, vagy a közélet, vagy ugye a tűzoltóságnak a kivitelezése nálunk, ez a önkéntesség önöknél, az egy pápavárosában, ez egy kicsit másképp működik. Akkor a gazdaság, én szerintem a önkormányzatiságban is nagyon sok tapasztalatcserével tudunk bírni. A 4 évvel ezelőtti első találkozást követően a két város kölcsönösen meghívta egymás településének rendezvényeire, de a nyugdíjas egyesületek és a tűzoltóságok is felvették már egymással a kapcsolatot, idézte fel az eddig történteket dr. Áldozó Tamás. Mint mondta, sok minden szól a testvérvárosi kapcsolat létesítése mellett. Mellette szól az, hogy nagyon sok olyan pápai közösség és intézmény van, amely könnyen találhat kapcsolatot a már sikeresen felvett kapcsolatokon túl Ógyallán. Mellette szól az, hogy közel vagyunk egymáshoz, hisz az összes többi partnerkapcsolatunkhoz képest ez nagyságrendekkel kisebb távolság megtételét igényli, mint a többiek, és mellette szól az, hogy megvan a jó szándék és az elhatározás mind a két oldalon arra, hogy közösen dolgozzunk a jövőben. A polgármester bízik abban, hogy a diákokat is be tudják vonni a felvidéki településsel épülő kapcsolatba, hiszen mindkét városban megvannak erre az intézményi lehetőségek. A két város közötti kapcsolat építés keretében legközelebb pápai nyugdíjasok utaznak Ógyallára, aztán pedig ógyallai fiatalok érkeznek a játékfesztiválra, de Pápavárosa a pálkövei táborban is szívesen látja a felvidéki diákokat. Maján is tartott péntek délután a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete. A programnak a hagyományok szerint a Malomtó biztosított helyszínt. A festői környezetben jó hangulatban telt a délután, több mint 200 nyugdíjas látogatott ki a rendezvényre. A programon részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester is. Az alkalmon a városvezető úgy fogalmazott, a munka, amit a Pápai Nyugdíjas Egyesület végez, példaértékű, bátran bemutatható más városok és közösségek számára is. Hagyományos program a Pápai Nyugdíjas Egyesületnél a Majál is. Minden évben megtartják ezt a rendezvényt, melynek célja, hogy egy kellemes program keretében jól érezze magát együtt a tagság. Minden évben megtartjuk ezt a majálist. Itt az a cél, hogy együtt legyünk és beszélgessünk. Szép helyen legyünk, együtt legyünk, és mindenki ki tudja magát beszélgetni. Mikor 400-an vagyunk, akkor bizony én sem érem sokszor el már az utolsó tagomat, mert lehet, hogy éppen hazament, de itt könnyebben tudunk beszélgetni egymással. Ha szól bent a zene, akkor kijövünk beszélgetni, táncolni is lehet. Tehát azt hiszem, hogy ez inkább ilyen összetartó erő.
erő, ez a nyugdíjas majális, és egy kötetlen szórakozás. A jó hangulatú, vidám, beszélgetős, táncolós rendezvényre ellátogatott a város polgármestere és alpolgármestere is. Dr. Áldozó Tamás kedves szavakkal köszöntötte a nyugdíjasokat. A polgármester beszédében kiemelte, az idősek világnapja és a nyugdíjasok nőnapi programja is bebizonyította, hogy a pápai szépkorúakból álló csoport jól érzi magát együtt. Közösségük komoly értéket képvisel a városban. Éppen ezért pályázott az önkormányzat közösen az egyesülettel az Idős Barát Önkormányzat címre. Akkor, hogyha mi ezt elnyernénk, erre nagyon büszkék lennénk, mert az azt jelenti, hogy egy külső szemlélő is azt mondja, hogy ebben a városban sokan éreznek felelősséget az idős pápai polgárok iránt, és ezek közé tartozik az önkormányzat, illetve a képviselők is ezek közé tartoznak. Illetve a másik oldalról pedig ez a külső szemlélő akkor azt is meg fogja majd ítélni, hogy az a munka, amit a Nyugdíjas Egyesület végzett az elmúlt években és végez ma is, az példaértékű, olyan, amit bátran be lehet mutatni mintaként más települések számára is. Az idős korúak majálisa kiváló hangulatban telt. A rendezvényen a nyugdíjas tánccsoport meglepetéssel is készült. Szirtakit táncoltak a hölgyek. A bemutató nagy sikert aratott a klubtársak körében. Immáron 10. alkalommal tartottak civil majálist az Erzsébetligetben. A jubileumi rendezvényen 14 szervezet mutatta be tevékenységét, illetve átadták az 5 éve alapított önkéntes díjat is, melyet idén Mező Lászlóné nyert el. A majálison önkéntes fellépők zenés-táncos produkciókkal szórakoztatták a közönséget vasárnap délután. Vasárnap 10. alkalommal települtek ki civil szervezetek az Erzsébetligetbe a civil majális keretében. A pápai kistérségben működő szervezetek így lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, megismerkedhetnek más szervezetekkel, és lehetőségük van az együttműködések kialakítására. Hagyományosan már 10. éve rendezünk meg ezt a majálist, és szinte minden évben ugyanaz, de mégis más. Az egész kistérségbe hirdetjük meg a programokat, onnan jönnek a színpadi fellépők, akik egészen az óvodáskortól a nyugdíjasokig teljesen különböző korosztályokból érkeznek, illetve 14 standunk van, ahol különböző kézműves és interaktív foglalkoztató jelent meg, prevenciós program, illetve valóban interaktív és kézműves foglalkozásokkal. A jubiláló rendezvényt dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte, illetve átadta a már 5. éve hagyományos önkéntes díjat, melyet idén Mező Lászlóné kapott, példamutató magatartásáért, embertársaiért, illetve civil szervezetekben végzett önzetlen és áldozatkész munkája alapján. Olyan zavarba voltam, és olyan váratlanul ért engem ez a kitüntetés, mert az az igazság, hogy szeretetből, önzetlenségből csinálom, amit csinálok. A résztvevő szervezetek mindegyike kreatív feladatokkal, játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várta a gyerekeket. Közben pedig a színpadon a pápai járásban tevékenykedő művészeti csoportok, egyesületek léptek fel zenés-táncos produkciókkal. Gyülekezeti napot szervezett a Pápai Evangélikus Egyházközség. A híveket ünnepi istentiszteletre várták, majd kötetlen programokat tartottak a számukra. A találkozóra vendégeket is hívtak a pápaiak. A közösség múltjában nagy szerepet játszó homokbödögei, nagyacsádi és takácsi evangélikus gyülekezetből is érkeztek csoportok az alkalomra. Az ünnepi istentiszteleten Polgárdi Sándor esperes hirdetett igét. Az alkalmon szolgáltak a Gyurács Ferenc evangélikus általános iskola diákjai, valamint a gyülekezet idén alakult kórusa is. Polgárdi Sándor esperes elmondta, hogy az evangélikus közösség már a 16. századtól jelen van a városban, azóta részesei pápa életének. 1531 óta a lutheri szellemben elindult tanítás által mondhatni azt, hogy az evangélikusok jelen vannak és részesei a város életének. Egyrészt azokkal a lelki kincsekkel, másrészt úgy, hogy városi polgárokként is a város növekedéséhez hozzájárultak. Polgárdi Sándor esperes vetített képes előadásban beszélt arról, hogy milyen utat járt be a pápai evangélikus gyülekezet. Szólt a száműzetés éveiről, amikor homokbödögén leltek otthonra a hívek, de arról is, hogy a pápai, a takácsi és a nagyacsádi evangélikusok a türelmi rendelet korában közösen kérték, hogy templomuk épülhessen.
erre emlékezve hívták vendégül az említett gyülekezetek tagjait. Zene, énekszó is színesítette az alkalmat, mely hagyományos, kötetlen programja a gyülekezetnek. A vasárnapi istentiszteletek az a szintér, ahol együtt vagyunk, ahol a lelkészen keresztül a Jóisten kinyilvánítja felénk szeretetét, ahol együtt erősítjük ezt a közösséget. Mindig fontos számunkra, hogy ez a közösség azonban ne csak egy ilyen egyoldalú kinyilatkozás révén legyen, együtt gyakorolja hitét, erősítse a tudatot. Fontosak az ilyen kötetlen együttlétek, ahol a gyülekezet tagjai egymás között is gyakorolhatják azt a szeretetet, azt, amit átélünk minden nap a templomban. A rendezvényen a Gyurác iskola diákjai dicséretet kaptak, hisz a hatodikosok második helyen végeztek a regionális hittanversenyen, a Veszprém megyei levéltár videó pályázatán pedig a hetedikesek első helyezettek lettek. Magyarországi turnéjának második napján pápán lépett fel a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A Csíkszeredai csoport Táncoljatok című műsorával örvendeztette meg a közönséget. Az előadás összeállításában a táncosok is részt vettek. A Hargita Néptánc Együttes a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont meghívására érkezett városunkba. A Csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 1990-ben lett hivatásos csoport. Azóta sorra készülnek előadásaik, melyeknek fontos alapillére, hogy visszanyúljanak a gyökerekhez, az eredetihez. Ezt az elvet jelenítik meg a táncosok a színpadon. Ebben a csoportban csak felnőttek vagyunk, mert mi vagyunk hivatásosak, de vannak utánpótlás csoportjaink, természetesen minden táncos valahol tanít vidéken vagy Csíkszeredában, úgyhogy van utánpótlásunk is. A Táncoljatok, Táncosok a táncról című előadást a társulat tagjai alakították. Az előadás rendezője Gábos Endre őszerkesztette egységes egészé a színpadi produkciót. Az előadás irodalmi részletekkel, versekkel, népdalokkal színesített műsor, melyet a tánc foglal keretbe. Ez a műsor úgy jött létre, hogy összeálltunk a táncosok közül egy párral, hogy csináljuk mindenki egy-egy koreográfiát, és akkor azt összeraktuk, és gondolkodtam, hogy hogy is legyen összeillesztve ez a többféle koreográfia, mint a táncosok, és arra gondoltam, hogy ha már a táncosok készítették a koreográfiákat, akkor legyen benne mondani való az, hogy mit is gondolnak a táncosok a táncról, vagy hogyan éreznek a tánc irányába. A Hargita Tánc Együttes körútja két magyarországi helyszínt ölel fel, de lesz fellépésük Kárpátalján is. Fogadhajtó verseny, puszta ötös bemutató, Póni Galopp. Hetedik alkalommal szervezte meg hagyományos lovas majálisát a Pápai Lovasklub. A háromnapos rendezvény szombatján az amatőr lovasoké és a szórakoztató és látványos programoké volt a főszerep a lovasiskolában. Hetedik alkalommal rendezte meg a Pápai Lovasklub a legnagyobb szabású rendezvényét, a lovas majálist. A 2017-es év viszont jubileumi esztendő is egyben. 50 éve, 1967-ben alakult a lovasklub a mezőgazdasági technikum lovas szakosztályaként. Az emlékülést már megtartottuk, de úgy éreztük, hogy az alapítókról, az azóta itt tevékenykedő, sajnos elhunyt fiatalokról vagy idősekről oly módon láthatóan is meg kellene emlékeznünk, hogy az utókor is lássa, hogy kik voltak ők. Az évforduló alkalmából emléktáblát helyeztek el a lovasiskolában, amit Csernyi Pál, a lovasklub elnöke, és dr. Áldozó Tamás polgármester leplezett le. Először kint a téglagyár jutott a Pátkai Majorba voltunk, majd 1970-től a jelen területen vagyunk, és hát ugye folyamatosan épült meg a telep, megalakult át, ugye először egy tyúkos telep volt, tehát itt csak egy istállót kaptunk, majd később ugye az egész területet megkaptuk, és igazából most már azt hiszem, hogy évek óta úgymond lovas telep formája van neki. Ugye már nagyon régóta rendezünk versenyeket, ugye 25 éve kezdtük a diugrató versenyekkel, aztán később bekapcsolódott a militári, majd volt fogadhajtó verseny, és már 7. éve csináljuk a lovas majálist. A lovas majálison a délelőtt az amatőr lovasoké volt. Gyermek ügyességi és ugró versenyszámokat rendeztek, délután pedig show programokkal szórakoztatták a közönséget.
A Dunatisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sportegyesület pásztorkutya bemutatót tartott, ahol az 5 őshonos magyar terelő kutyákat ismerhette meg a közönség. De volt puszta ötös bemutató, fogadhajtóverseny, illetve Hanza Viktória lovas és kutyás szabadon idomítása. A jó hangulatú rendezvény vasárnap a díjugrató versenyekkel folytatódott. Híreink után nézzük, milyen idő várható holnap. Kedden a sok napsütés mellett elsősorban északon és az ország középső részén előfordulhatnak még záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északi szél. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Ezek voltak híreink, maradjanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!